Sziasztok! Narcisztikus kapcsolatban nyugalmat keresni nagyjából annyira reménytelen vállalkozás, mint percekig fennmaradni egy automatabikán. Az egyetlen esélyed, hogyha kénytelen vagy még ebben a kapcsolatban benne maradni, és szeretnéd épp ésszel megúszni, ha egyszerűen nem akarsz tökéletességre törekedni, és tudomásul veszed azt, hogy a narcisztikus személyiség stílusú vagy személyiség zavaros partnerednek rengeteg korlátja van, illetve hogy egyszerűen képtelen változásra. Narcisztikussal élni gyakorlatilag olyan, mintha lenne egy szülőd, aki soha nem hagyná ki azt, hogy emlékeztessen rá, hogy miben vagy béna, miben vagy ügyetlen, mit rontottál el, miről tehetsz, és garantálom, hogy egy ilyen környezetben, ahol azt érzed, hogy árgus szemekkel figyelő kritikussal élsz együtt, egyre többet fogsz hibázni, mert hát nem kifejezetten az a környezet, ami szárnyakat adna, és kreatívvá tenne, és könnyeddé, és lazává. Gyakran megbüntet sunyi módon is, hogy csak utólag ébredsz rá igazából arra, hogy mi is történt veled, de gyakran fogalmad nincs, hogy ez egy büntetés volt, csak utólag a kapcsolatból kijövet, mondjuk ilyen videókat megnézve jössz rá, hogy ez egy büntetés volt. Mielőtt belemennénk, hogy milyen formái is lehetnek, gyorsan szeretném megköszönni a motiváló kávé meghívásokat Lizinek, aki már-már minden héten szponzorálja a tevékenységemet, köszönöm szépen, aztán az akadémista Helénnek, és mindhárom kávéért köszönet Rékának, valamint Évának és Anikónak is nagyon-nagyon köszönöm a szponzorálását, hálás vagyok ezekért. Nagyon örülnék, hogyha te is jeleznéd ilyen módon, hogy fontosnak tartod a munkámat, akár azt, amit a videózásba fektetek, vagy akár a Facebook csoportomban zajló tevékenységemet, vagy a mindenféle felvilágosító munkámat. Négyféle hozzájárulási módot is találsz itt a videó alatti leírásban. Kérlek, keresd meg a neked leginkább megfelelőt, hogy miért nem szuperköszi, vagy egyéb YouTube által ajánlott módokat ajánlok. Arról gyorsan két mondatban, mert hogy előzőleg már említettem egy videómban, de lehet, hogy te új vagy, és még nem hallottad, és nem érted, mert nyilván ez lenne kézenfekvő. Az a helyzet, hogy katás kis vállalkozó vagyok, aki kizárólag magánszemélyeknek számlázhat. Na most a YouTube-tól úgy kapnám meg a pénzemet, hogy, illetve az általatok küldött adományokat, hogy számláznom kéne az AdSense-nek, a Google AdSense-nek, és hát értelemszerűen abban a pillanatban buknám a katás kis vállalkozásomat. Köszönöm, hogyha megérted, hogy igazából ezen a módon tudok olyan dolgokat is fenntartani, mint például a kedvezményes óradíj a sorstársaknak a coachingból, illetve az, hogy szabadidőmben ingyenes ismeretterjesztő anyagokat készítsek. Várlak egyébként az emlegetett online coachingra a világ bármely tájáról. Ha pedig egy klassz csapatban szeretnél gyógyulni, akkor gyere az egyéves online nőrismereti programomba, a Jóllét Akadémián. A csapatban gyógyulást nem teljesen úgy értem, hogy folyamatosan kötelékben repülünk, hanem havonta egyszer egy klubesemény keretében megismerheted a többieket is. Most pedig gyorsan húzok két Dixit kártyát, jut eszembe az akadémiáról és az online coachingról, és persze a fiam alatti leírásból többet is megtudsz. Kíváncsian várom, hogy mi jut eszetekbe róluk. Múlt héten elfelejtettem valamiért húzni, bocsánat. No, hú. Egyik kép. Nem tudom, mennyire látszik. És a másik kép. Mind a két képet fel fogom tenni ide a
közösségi fűre a YouTube-on, illetve a Szuperhős túlélők csoportjában is megtalálod a Facebookon, ahová egy évnél régebbi saját profillal tudsz jönni, és én vagyok az ajtónálló, aki beenged vagy nem enged. Az a helyzet, hogy a békét, nyugalmat és az empatikus szeretetteljes légkört próbálom őrizni, és eleddig még sikerült. Nos, nézzük, milyen büntiket tudnak kieszelni, ha nem tartjuk be az egyébként folyamatosan változó elvárásaikat, normáikat, és mondjuk olyan helyen vagyunk, ahol nem lehet ordibálni, hangosan sértegetni, vagy esetleg olyan párod van, aki nem is szokott ilyet tenni. Itt azért megjegyezném, hogy amelyik nem ordít, az téged fog ordításra késztetni, ezt az úgynevezett baitinggel, vagy csalizással tudja elérni. Erről készítettem a múlt héten egyébként videót, ide fölteszem a linkjét, hogyha lemaradtál volna róla, én szerintem mindenképpen érdemes pótolnod. Örülnék, ha hozzászólásban egyébként leírnátok, hogy ti milyen módon tapasztaltatok büntetést, hiszen nyilván nem tudok mindent egyedül összeírni, azonban a sorstársaknak nagyon-nagyon sokat segíthet, amikor elolvassák a ti megéléseiteket is, mert mindig mondom az újaknak, hogy olvassatok hozzászólásokat, hiszen azok adják a hozzáadott értéket igazából az összes filmhez, mert nem biztos, hogy én mindent megéltem, vagy mindent megtaláltam a szakirodalomban, vagy hogy a klienseimtől mindenre emlékszem már, amit hallottam. A büntetés kapcsán nagyon-nagyon fontos, hogy ha még benne vagy, felejtsd el a védekezést. Ne kezd el felsorolni, hogy te hány dologban voltál vele hihetetlenül kedves, jóindulatú, mert egész egyszerűen semmi más nem tudsz vele elérni, mint hogy tovább gerjeszted az ellenállásoddal a konfliktust. Ugyanis a büntetésnek semmi más célja nincsen, mint hogy engedelmessé tegyen, hogy hatalmat és kontrollt gyakorolhasson feletted a narcisztikus. Olykor ez a büntetés igazából puszta erőfitoktatás, félelemkeltés, vagy netán simán a dühének a rajtad való levezetése, mert ugye képtelen az indulatait fékezni, és valamilyen módon az érzelmeit kontrollálni. A malignus narcisztikus vagy a pszichopata, a szociopata, mert ugye ő már az is narcisztikus megküzdési módokkal kifejezetten, bocsánat, szadisztikus élvezetet lel abban, hogy érzelmi vagy fizikai fájdalmat okozzon neked. Na de ők a nehéz fiúk, a többiek sem kedvesek, de maradjunk a szoftabb verzióknál. Alapvetően büntetés lehet már az is, hogy elfelejt dolgokat. Ez rettenetesen viccesen hangzik így kívülről nézve igazából, hiszen érett felnőtt emberek alapvetően nem éreznek arra jogot, jogosultságot, hogy más felnőtt embereket megbüntessenek. Egyáltalán nem szerepel a repertoárjukban a közlekedési normáik között, és pontosan ez volt az, ami miatt nem is értettük eleinte, hogy mi a francba csöppentünk. Szóval elfelejtés. Elfelejti a szülinapodat, elfelejti a névnapodat, az évfordulótokat, vagy bármilyen számodra fontos eseményt, amire előzőleg már háromszor hívtad, és mondtad, hogy írja be feltétlenül a naptárjába, és nem tudom. De hát éppen nem úgy viselkedtél, ezért bocs, elfelejtette. Vagy hirtelen, utolsó pillanatban rászervezett valami mást. Aztán társaságban például iszonyú kínos személyes információkat oszt meg rólad, amiket csak vele osztottál meg előzőleg. El nem tudom mondani, hogy ez milyen érzést okoz, amikor a legtitkosabb dolgokat rólad röhögve
egy társaságban felsorolja, és úgy tesz, mintha nem értené, hogy mi bajod van. De teremthet úgy is számodra frusztráló helyzetet, hogy mondjuk tudja rólad, hogy te a csendes, nyugodt környezetet szereted, és egy visszautasíthatatlanul kedves eseményt egy nyüzsgő helyre szervez, és utána nem érti, hogy te miért viselkedsz, missz módon, miért nem érzed jól magadat. Okozhatnak továbbá véletlennek tűnő kisebb baleseteket, mondjuk rácsapja az ujjadra az ajtót, ráért valamit a lábadra, esetleg csak leönt társaságban valami büdös vagy nagyon színes löttyel, és ettől rettenetesen érzed magad ott egész este. De társaságban nyilvánosan megalázhat olyan dolgokkal is, hogy véletlenül elfeled bemutatni, vagy nyíltan flörtölni kezd valakivel. De tám mondjuk az exével, annak a nagyszerűségével példálózik társaságban, amit aztán te vörös arccal fogsz végighallgatni. De csinálhat olyat is, hogy véletlenül nem visz magával pénzt, így kínos szituációba keveredsz, mert hát meglehetősen furcsa lenne mondjuk ezt a helyzetet nem megoldani. Természetesen négy szem közt is büntethet, akár passzív-agresszív módszerekkel is. Mondjuk ilyen módszer a csendelverés, amit akár órákig, napokig, vagy hetekig is csinálhat. Ez gyakorlatilag a fizikai és érzelmi intimitásnak a kerülése, tulajdonképpen érzelmi távolságtartás, nem szól hozzád, gyakorlatilag kétségbeesésig tud ezzel kergetni, hiszen nem érted, hogy mi van. Gyakran megbüntet azzal, hogy elrohan. Kirobbant egy veszekedést, majd elrohan, és nekiáll csetben hosszú litániákat küldeni arról, hogy minden miattad van, hogy mindig te viselkedsz úgy, hogy ideig jut a kapcsolatotok, blablabla. Az énekszem csinálta ezt, de sok mindenkitől hallottam még ugyanezt. Ha veled is előfordult, akkor kérlek írnek hozzászólásban. Ez egy őrület. Olyan szinten tud érzelmileg elárasztani, hogy úgy érzed, hogy meg fogsz őrülni tőle. Egész egyszerűen hiába mondtam azt például, hogy én nagyon szívesen megbeszélem, de ezt nem vagyok hajlandó. Ezt nem bírom elviselni, ez lenémítom egyszerűen a beszélgetést, mert nem vagyok hajlandó ezt az órákig tartó írásbeli vagdalkozást folytatni. Ilyenkor egyébként, hogyha mondjuk letiltod vagy elnémítod, akkor büntetésből simán megcsal, és utána még közölni is fogja, hogy tulajdonképpen te tehetsz róla, hogy kénytelen volt megcsalni. Egy biztos, hogy ha eléggé nyerekben érzi magát, akkor még arról is gondoskodni fog, hogy megtud, hogy megcsalt büntetésből. Képtelen lennék egyedül nyilván mindenféle speciális büntetési formát felsorolni, úgyhogy tényleg szükséges, hogy te is megoszd a megéléseidet. Nekem a legbizarabb büntetési mód, és persze csak a kapcsolat után jöttem rá mindenre, az volt, hogy miután több boltban is történt köztünk vitázás, ezért az egyik veszekedés után bepöccentem, és mondtam, hogy jó, akkor innentől kezdve ő megnyerte a vásárlás jogát, én köszönöm szépen ennyire. Nem szeretek vásárolni, ha ő meg ennyire okos, hogy tudja, hogy mit kell venni egy háztartásba, és mindenbe bele kell beszélnie, akkor hajrá, oldja meg. És azzal szórakozott, hogy minden egyes tételhez csetben fotókat küldött. Például fel volt írva a listára, hogy mustár, akkor lefotózta az összes mustárt, hogy melyiket vegye meg. Utána ugyanígy, melyik tojást, melyik ecetet, melyik lisztet, rizst, nem tudom mit.
hogy egyszerűen megőrültem, de éreztem ösztönösen valamiért, hogy ennek egyértelműen az a célja, hogy beguruljak, és nem foglalkoztam vele, hogy kimutassam irányából, csak magamban örjöngtem igazából, és megírtam neki, hogy eddig is tökéletes volt minden, amit választott, és ezután sem kívánok szörszálhasogatóan ragaszkodni bármilyen márkához is. Szerintem, amikor időnként azt ordibálta, hogy én mindent leszarok, akkor ezeket az élményeit is összegezte ezekben a beszólásokban, mert hogy hát megint nem sikerült itt belevinni a parádébe, ugye, mert nem reagáltam le, vagy legalábbis nem mutattam kifelé, hogy megőrülök tőle, amit csinál. Nagyon nehéz együtt élni, egy az indulatait, érzelem szabályozását, kézben tartani képtelen emberrel, és hát rengeteg fizikai fájdalmat és megaláztatást tartogat egy ilyen kapcsolat. Remélem, hogy már kim vagy belőle, és éppen gyógyulni próbálsz. Kívánom, hogy mielőbb jobban legyél. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál, jövő héten pedig találkozunk újra itt.